Az európai, mint pedig a világtrendek egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a digitális módszertant, digitális tananyagot és az ehhez szükséges kompetenciákat erősítő közös tudásbázis kell, hogy elérhető legyen. Ugyanazok a kihívások az digitális kompetenciák megerősítése tekintetében is, mint az alapkompetenciák területén, tehát írás, olvasás, szövegértés, mivel már a mai, mondjuk úgy, hogy informatikai forradalom, folyamatos informatikai forradalom idején ez egy olyan szükséglet, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az iskola értéktudás közvetítő, tartalom közvetítő jellege mellett meg tudjuk erősíteni ahhoz, hogy a gyermekek a végzettség megszerzésével együtt probléma megoldó tudássá, vagy önálló probléma megoldó tudássá tudják az iskolai évek alatt megszerzett tudásukat erősíteni. Nyilván beszéltem arról röviden, hogy az elmúlt évtizedekben ezen a területen vagy túl eszközközpontú volt az iskolák fejlesztése, vagy pedig egy másik ellentmondás is van a rendszerben, ami a digitális eszközök vagy informatikai eszközöknek a lemaradását, elavultságát mutatja változóan országrészenként, változóan egyébként iskolatípusonként. Úgyhogy az egyik nagy feladat az, hogy elkészültek ezek a felmérések. Egy olyan eszközfejlesztés, célzott eszközfejlesztés kell, ami a tanórai munkát és a tanulást, tanítást segítő, támogató eszközfejlesztés tud lenni. Az előző esztendőkben ez vagy sporasztikus volt, vagy nem célzott, vagy nem történetesen egy pedagógiai program, vagy módszertani program mögé állított eszközfejlesztés volt. Ami a másik részét érinti, amiben szintén lemaradásban vagyunk, ez a digitális tartalmak közvetítésének a lehetősége az iskolában. Ezen akár érthetjük a digitális tananyagokat, digitális tankönyvek, munkafüzetek, digitális elérhető munkáltatási formák, akár tanórai, akár a gyerekek otthoni iskolát kísérő munkájának a szervezését segítendő. E területen már elindultunk, hiszen az új fejlesztésű tankönyvek mellé digitális tartalom is készül, ezek elérhetőek is lesznek nem csak az OFI honlapján, hanem az ősztől induló új köznevelési portálon. És nyilván ehhez gondolatilag és tartalmilag illeszkedően az is látható, hogy sem a pedagógus képzésben, sem pedig a pedagógus továbbképzésben nem kapott kellő teret vagy kellő hangsúlyt a digitális kompetenciák erősítése a pedagógus munkáját érintően. Ekként ez nem tudott a tanulási folyamatokban a diákok oldalán, mint digitális kompetencia megerősödése megjelenni. Ez az űr is a következő esztendők feladata lesz, hogy kitöltődjék és tartalommal töltődjön ki. Tehát ha hangsúlyokat jelölnék meg, akkor azt mondom, hogy a digitális kompetencia fejlesztés, megerősítés, módszertani és mondjuk úgy, hogy kultúra, pedagógiai kultúra váltása, vagy talán tartalomváltása területén a prioritás, és ezt követően egy ezt szolgáló támogató informatikai eszközfejlesztés, ami nyilván megint csak nélkülözhetetlen. Az eszközfejlesztés az mindig az anyagi forrásoktól is függ, ezzel kapcsolatban lehet-e valamit tudni, hogy milyen források állnak a rendelkezésre, uniós pályázatokat lehet életre hívni, vagy pedig a kormány teszi oda magát ezen a területen? Azt gondolom, hogy itt azért a kormány is eleget tett már ennek érdekében, hogy ezeket a hátrányokat rendszer szinten tudja, akár az államigazgatás, közigazgatás, akár pedig az iskola adminisztráció, vagy az iskola ügykezelni. Az egyik ilyen objektív feltétel, ami hátráltatta az ilyen jellegű munkát és eszközök, tananyagok, vagy digitális módszertanok minden iskolába való eljuttatását, ez a szélessávú internet hiánya. E tekintetben azt gondolom, hogy ez az év vízválasztó, hiszen megköttetett az a megállapodás, stratégiai megállapodás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a generálásával, vagy gondozásával elindult a szélessávú internetprogram, ennek a digitális városprogramok, amelyek szintén az oktatásra koncentrálódnak. A pedagógusok részéről milyen a fogadtatás? Tanulniuk kell a digitális tartalmak kezelését, barátkozniuk kell az új digitális tananyagokkal. Hogyan állnak ehhez a kérdéshez? Kötelező lesz számukra az ilyen jellegű továbbképzés, vagy választható? Az idősebb pedagógusokkal gondolom ebből lehet, hogy lesznek problémák. Az a helyzet, hogy ezt rendszer szinten nehéz megoldani, de igyekszünk ezt egy a munkájukat támogató lehetőségként biztosítani, és nyilván programokkal is indulunk olyan iskolákban, ahol különösen erős szerepe lehet, vagy erős szerepe is jelentősége lehet, akár a hátrányos helyzetű gyermekek motiválásában, nevelésében, tehát fog már őszön is olyan program indulni, ami a digitális módszertanra alapítottan hátrányos régiókban, térségekben újként jelenik meg. Itt a pedagógusoknak már folyik a felkészítése, itt pozitív a visszacsengetés, vagy pozitív
pozitív a fogadtatás. Nyilván, amikor ez egy szélesebb körű beágyazást igényel, akkor szükség van arra, hogy módszertanilag illeszkedő pedagógusok munkája is fel tudjon épülni. Ez felmenő rendszerben jól alakítható, azt gondolom, de abban a pillanatban, amikor a kollégák érzik, hogy ez a képzés hasznos, ez az ő munkájukat támogató, és nem csak egy a sok képzés közül, akkor ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, hogy át fog fordulni lélektanilag ez a program. Nem látványos ez a dolog, de azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a pedagógusok munkáját támogató, megerősítő képzések tudjanak menni, és módszertanilag felkészültek legyenek. Ugyanakkor abban a világban élünk, hogy már egy 5-6 éves gyermek is viszonylag biztonsággal kezeli, csak nem tartalombiztonsággal és nem tudásbiztonsággal a különféle IKT eszközöket, ami viszont ösztönöz minket arra, hogy közelítsük az ismereteket. Thank you.